Sziasztok! Ma egy pikpak elkészíthető spagetti vacsorát mutatnék nektek. Ez annyi idő alatt elkészül, amennyi idő kell a tészta kifőzésének. Én most fél csomag durilló, ilyen durum tésztából főzöm. Ennek azt írja, hogy olyan 8-9 perc forrástól a főzés ideje, annyi idő alatt el fog készülni a fokhagymás paradicsomos szósz. Ez egy nagyon egyszerű, finom, egészséges spagetti vacsora. Ajánlom nektek munka után, vagy bármikor, ha eszetekbe jut, hogy ennétek egy tésztát, és tényleg nincs rá csak 10-20 percetek. Akkor neki is kezdenék. Oda tettem a vizet főni, még kell neki egy pici, addig elkezdem a, jó, alágyújtottam a serpenyőle, és én most egy kis olívaolajat használok. Először is gyorsan két gilizt fokhagymát megpucolok, és összenyomom. Jó, jöhet a másik. Jó. Ezt is összenyomom. Két nagy gilisz kell bele ehhez a fél csomaghoz, ugye ez egy fokhagymás. Beleteszem az olajba, és elkezdtem keverni, és már teszem is bele az oregánot. Jó, kavargassuk le, ne égessük, mert azt akkor dobhatjuk ki. Jó? Oregano, ízlés szerint, én elég sok fűszert használok. És még ha van friss bazsalikomom, most is van, akkor is teszek bele szárított fűszert, mert én ezt nagyon szeretem. Rendben. És a bazsalikomból teszek többet. Ez egy fokhagymás bazsalikomos, és hát egy pici oregánot teszek, mert én azt szeretem szinte minden olasz ételbe, de ennek a fő eleme a jó. És akkor még egy pici olajat teszünk hozzá, úgy. Mutatom nektek, hogy mennyi fűszer van benne. A muszáj, ettől van íze. Jó, és akkor fogom a paradicsomot, és már bele is teszem. Dobozos paradicsomot használok, most ez van itthon. Ez a pomedore, de bármilyen jó. Természetesen nyáron, meg is ha van időm, én is friss paradicsomból csinálom. De télen nem szoktam bajlódni, ezekből a dobozosokból szoktam. Nagyon finom lesz ezzel is. Így, és akkor most hagyom, hogy főjön, addig elteszem a padrágokat. Jó, és akkor ez fő egy 5-6 percet, közben sózom, ízlés szerint, rendben. Egy nagyon pici őrölt borsot teszek bele, nem sokat, mert ebbe a fokhagyma és a bazsalikom dominál. Tehát bőségesen fokhagyma, de ízlés szerint.
pici oregano, sokkal több bazsalikon, ezt olajon összefőzöm, amíg fő a tészta. Közben fölforrt a tésztának a főzővize. Most beleteszem a sót, nem előre, mert akkor lassabban fő föl a tészta. Jó. És már teszem is bele a spagettit. Én ezt csak ketté vágom, forra víz. Ketté vágom, ketté töröm. Jó. Forr is. Ennek 8 perc a főzési ideje. Bocsánat, ráteszek egy fedőt, és amíg a szósz párolódik, a spagetti tészta pedig fő, addig összevágok egy kis friss bazsalikomot. Ezt nem muszáj. Én tulajdonképpen a végén szoktam egy pár levélrel rátenni. Én megmondom őszintén, hogy nekem egy kicsit túl intenzív illata van, nem használok belőle sokat, viszont a szárítottat azt nagyon szeretem. Úgy. És akkor ezt csak a végén fogom rádobni. Jó, megkavarom. Na most ugye ez egy fél csomag tésztához van ez a szósz. Ha 4 személyre főzöm, vagyis 4 adagot akarok, akkor 2 doboz paradicsomból, hát és annyival több fokhagymából, illetve fűszerből csinálom arányában. Jó. Megkóstolom. Jó. És nincs itthon most semmi olasz sajtom, amit rászpresszelhetnék, kemény olasz sajt, úgyhogy most olasz mozzarellát vettem, mindegy, hogy melyik fajtát veszitek, most ez volt, és ezt összevágom pici kockákra. És az utolsó pillanatban rádobom a szószra, és akkor egy icipicit megolvad benne, épp hogy olyan kicsit nyúlósos lesz. És kész is utána. Nem muszáj rátenni a sajtot. Hát egy picit szoktam, de ez ízlésfüggő. Na! Megkavarjuk. Spagettira is ránézünk. Jó, és akkor még a spagettinak kell egy 4 perc. 1 perce megfőtt a spagetti, gyorsan leszűrtem, áttettem erre a nagyobb kapra. A szószt, gyorsan beleteszem a mozzarellát, összekockázott mozzarellát, jó, és rádobom a friss
bazsalikomot. Ezt nem muszáj. Akinek van, és úgy gondolja, tesz rá. Én sem mindig szoktam, ha nincs itthon. 3-4 szem levélvér, biztos, hogy nem fogok lefutni a boltba, de ha van itthon, akkor használom. Na, és akkor már is a leszűrt tészta mehet bele. Jó. És kész is vagyunk. El is zárjuk. Jó. És akkor lehet tálalni. Alján van a több szósz. Ahogy kitálalom, jó lesz. Akkor meg is vagyunk vele, most már csak tálalni kell. Jó, kiszedtem egy adagot, hát ez vagy 3 kis adag, vagy 2 nagy adag, de akkor tényleg nagy. Jó, tehát megtöltem. És akkor csak így a dizájn kedvéért. Kész is vagyunk. Összesen hát a tészta főtt 9 percet, 6-9 perc van ráírva, de én nekem kellett a 9 perc. És azon kívül most, amit utána ezt a 2 percet még elszórakoztam, míg rádobtam a sajtot a szószra. Ennyi plusz idő kellett hozzá. Úgyhogy az előkészülettel, fokhagyma pucolással együtt ez az étel 15-20 perc alatt megvan. Ha szeretitek a fokhagymát, a spagettit, a paradicsomot, akkor szeretettel ajánlom, próbáljátok ki. Egy egyszerű, aránylag egészséges, főleg, ha olyan tésztából csináljátok, nekem most nem volt itthon teljes kiörlésüm. És egy nagyon finom, isteni az illata, ezt hozzá kell tennem. Hát ugye ez a fokhagyma, a bazsalikom és az oregano segít erre. Úgyhogy, ha elkészítenétek, jó étvágyat kívánok hozzá!